Évente majdnem 1500 új HPV-vel fertőzött beteget regisztrálnak hazánkban. A ményak a a meldaganat után a második vezető rák típus és halálozási ok. Az első szúrás után kapnak majd egy másodikat is a hetedikes lányok, így két oltással több évtizedre védettségük lesz a HPV vírussal szemben. Ha megkapja ezt a védőoltást, akkor egy fajta ellenanyag képződik a szervezetbe, a humán vírussal ezután is találkozik a kislány, hát majd később a szexuális élete során éppen azért kell még akkor adni ezt a védőoltást, amikor a szexuális, aktív szexuális élet nem indul be és akkor már úgy fogadja a szervezet, akinek van a vérében egyfajta ellenanyag szint. Tehát ilyen módon, ha már találkozik azzal a vírussal, akkor az már nem tudja elindítani azt a hám vagy nyálkahártya elfajulást, amiből rákos sejtek tudnak kialakulni. Az orvosok ajánlják a védőoltást, mert a vakcina biztonságos, és nincs még egy olyan daganatos betegség, mint a ményakrák, ami megelőzhető egy oltóanyaggal. A kamaszlányok szüleinek a felelőssége, hogy kérik-e a védőoltást, ami egyébként felnőtt korban is beadható. A korábban több tízezer forintba kerülő védőoltást a hetedikes lányok most már díjmentesen kapják meg.